Csobbanás a nyárba. Ezzel a címmel indították el azt a kezdeményezést a Bonyhádi Művelődési Ház dolgozói, melynek kapcsán szórakoztató játékokkal, kézműves feladatokkal várták a gyerekeket a városi termálfürdőben. Arra gondoltunk, hogy minél több gyerekközeli, családközeli programmal készüljünk az idei nyárra, úgyhogy a nyári napközi után, ami tegnap előtt volt, itt a nyáron folytattuk a délutáni kézműveskedés meg játszást a gyerekekkel. A csobbanás a nyárban az gyakorlatilag azt jelenti, hogy eljövünk ide a strandra, és megpróbálunk ugye belecsobbanni mi is ebbe a jó időbe, ebbe a pezsgésbe, ami szerintem azért Bonyhádon itt a strand környékén ez eléggé jellemző. Kézműves foglalkozásokkal készültünk itt is, ahogy a nyári napköziben, valamint ilyen kinti játékokat hoztunk. Itt is nagyon fontos számunkra az újrahasznosított dolgoknak a felhasználása, a környezetvédelmi szempontból. Valamint, ami nagyon tetszik még a gyerekeknek, ez a horgászás. Tényleg itt a 2 évestől a 10-11 évesekig jönnek és horgásznak itt ebben a nagy melegben. Úgyhogy mi úgy gondoljuk, hogy gyakorlatilag ez egy újfajta kis színfolt, és szeretnénk megtartani majd ezt a szokásunkat is, és minél többször eljönni a strandra. Augusztusban szintén majd 2 nap, 2 délután fogunk ide érkezni. Üvegcsébe lehet készíteni, homokkal van feltöltve, kagyló van benne, és ilyen kis hajót lehet beletenni. Itt is használjuk ezeket a nyári színeket, ugye ez a kék, fehér, a csíkos dolgok, ugye ilyenkor nagyon trendi, meg vidám. Lehet kalózhajót készíteni, ott az alapanyag az a parafodugó, tehát ott is ilyen újrahasznosítás történik. Valamint itt is távcsövet készítünk, ami szintén ezekhez a vizes témákhoz idomulunk. Ezen kívül ilyen vizes színezőink vannak, és ami itt nagyon tetszik a gyerekeknek, ez majd, hogy nem ilyen belépő ide hozzánk, persze ingyenes egyébként ez a foglalkozás itt a strand területén. Akvarelképeket készítünk, tehát vízfestéket használunk ebben az esetben. Van egy alap tematika, egy ilyen vizes nyári kép készítése, ezeket pedig egy ilyen kiállításon mutatjuk be, amit majd amikor lejár a programunk, akkor tudnak majd a gyerekek elvinni, és itt is 3 éves kortól 10-11-12 éves korig látogatnak minket. Az érdeklődés az ilyen hullámokba tör ránk, tehát amikor megjövünk, akkor így újak vagyunk a terepen, vagy nem, annyira ugye ez eddig nem volt szokás, úgyhogy egyelőre így néznek, hogy mit lehet itt csinálni, és akkor ide jönnek, megkérdezik, elmennek fürödni, és visszajönnek, tehát hogy azt tapasztaljuk, hogyha elsőre nem is rohamoznak meg minket, de fölmérik a terepet, és visszajönnek a gyerekekkel. A tegnapi napon egy ilyen, az volt a hullám része, hogy ilyen 3:30, 4 után, 4 óra, tehát ugye, hogy az emberek jobban végeznek a munkába, azért lejönnek az emberek. Nagyon-nagyon sokan voltunk, úgyhogy ez a 4 órás időszak, tehát pont sajnos így a vége felé, akkor van egy ilyen nagyobb mozdulás, de tényleg folyamatosan látogatnak bennünket. Amikor még 2011-12, amikor nyitott a strand, akkor volt a művelődési háznak egy ilyen strandnyitó foglalkozásait, vagy hát akkor ugye műsorszámok is voltak, akkor kézműveskedtünk itt utoljára, úgyhogy arra gondoltunk, hogy így ez egy ilyen klassz újfajta élmény lehet azoknak, akik a strandra járnak. Egyébként ezt szeretném elmondani, hogy a fürdő és a Bonikom is nagyon-nagyon pozitívan állt hozzá, ők is ugyanúgy hirdették ezt a Csobbanás a nyárban programunkat, és nagyon kedvesen, nagyon segítőkészen fogadtak bennünket, és egyébként ők amúgy is nagyon sok, főleg a Bonikom nagyon sok rendezvényünket támogatja, segít nekünk, úgyhogy ez egyfajta ilyen kölcsönös jó együttműködés, vagy egy ilyen kicsit ilyen hála is, hogy akkor itt mi csinálunk valami programot. Pestipus Adrián reméli, jövőre is hasonló színes szórakoztató játékokat szervezhetnek a gyerkőcöknek.